szerelmetes egyik gyógynövényem, az édeskömény. Buja a most jelen pillanatban, hogy kezd magozni. Ez az a fajta édeskömény, aminek a magja az értékes, tehát ezt nem tudjuk torzsaként megenni. Ennek a magját szoktuk megtörni, és szélhajtásra, haspuffadásra, bélirritációra, gyomor, epe bántalmaknál szoktuk a tejáját inni. Most pedig ezt a zöld részét szoktuk belevágni mártásokhoz, salátákba, egy ilyen nagyon kedves, nagyon finom, nem erőszakos ánizs illatú, pici köményes, mentás illatú ez a növény. Nagyon zsenge, úgyhogy tényleg nyugodtan rakhatjuk szószokba, mártásokba, salátákba. Nagyon-nagyon szeretem ezt a növényt, nagyon. És az, hogy szórja szét a magjait, úgyhogy az ültettem 2-3-at, és most már olyan 20-nál tartunk körülbelül. Az oregán, vagy vadmagyarannának is hívják, szintén ugyanilyen ágy. Ez a virága? Ez lesz a virága, igen. És szeretném mondani, hogy van ez a halvány lila, de van egész sötét lila. Én Erdélyben láttam, hogy a hegyek oldalába végigfut ez a lilás, úgy, mint nálunk Tihanyban a levendula. Erdélyben ugyanígy fut végig a domboldalon ez az oregano. És sikerült látnom hófehéret, és most már a kertben is büszkélkedhetek fehérrel is. Tehát van fehér, rózsaszín és egész sötét lilás oregano. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy leszedik, és elteszik, és nem az az illatú. Tehát azért én szeretném már most mondani, hogyha most letörít, először is teljes virágzási díszbe kell leszedni, és hát jó sok levéllel lehet nyugodtan, és sötét helyen kell szárítani, hogy ne az illóolaj ne tudjon el belőle, és ha lehetséges, csak szárított állapotba kell lehúzni a levelét, meg a virágokat is összemorzsolni, mert ha ezt így tesszük mostani állapotba, meg így morzsolnánk, vagy vagdosnánk össze, elveszik az illóolaj. Tehát várjuk meg, amíg hűvös helyen megszárad, és csak utána morzsoljuk, vagy daráljuk. Jó? És a festő májvák, ami még soha nem volt ilyen szép a kertben. Melyik az? Ezek a festő májva, fehér, bordós, van rózsaszínes. Hát ez a bordó, ez valami különleges. Gyönyörű. És egy régi gyógynövényes könyvben olvastam, ugye, hogy ezeket festékekre használták, tintákat készítettek, fonalakat, ruhákat festettek belőle, szinte leveleit, tehát nem a nagy lapokat, hanem ami még kicsi zsengé, tették el a virágokkal együtt száradni, és nagyon erős köhögési oldó teja, tehát segíti, hogy ez a nyálkosodás feljöjjön a szervezetbe. Nagyon szeretik sajnos a tetvek, ezt mondani kell, ez szerintem csak annak az okozója, hogy vizet szeret. Tehát amelyik több vizet kapott, az nem tetvesedik sose. Na most amelyik levél tetves, egész egyszer le kell szedni, hogy ne terjedjen tovább. Vigyázni kell, mert ebben a nagy hőségben bizony össze kell szedni ezeket a száraz virágokat, mert a következő héten már elfújja őket a szél. Tehát és a száraz virágokból, száraz virágokból lesz a teja, ez a köhögés csillapító teja. Tehát, hogy ott szárad meg a növényen az nem a jó. Tudom milyen okból, de a botanika úgy tartja, hogy ő is a zsályák csoportjába tartozik. Ez a úgynevezett skarlács zsája. Én azt mondom, hogy ez a kert ékessége, ez a gyönyörű picike kis harangocska, mese szép színre, még sajnos nem tudom, még nem használtam gyógyhatásként, de a kertek királynőjeinek is nevezném, annyira mese szép színe van. És most virít a cickafarok, gyönyörű példány ez például, nagyon, nagyon érdekes, hogy melyiket csak így külön leültettem, majd megmutatom, hogy tulajdonképpen ilyen pici a réten a cickafarok. Tehát ők is ezek. Ők is ezek, és kicsikék. De én azt mondom, hogy ugye a virágoknak is biztos, hogy különleges lelkük van, mert ez egy dísznövénycsoport, és ő is úgy érezte ez a csokorit, hogy ő is szeretne dísznövényé válni, mert nézzük meg, óriási különbség a réti
cickafarok, meg ez szinte dísznövénynél vált. És én láttam már olyan kertet, ahol esetleg volt fehér, sárga és piros cickafarok is, és mint egy dísznövény díszítette a kertet. Szeretném, ha megszeretnénk többen, mert azon kívül, hogy női panaszokra, női felfázásokra, de ugyanúgy a férfiaknál is, ha felfáznak egy cickafarok üllőfürdővel, két nap után egy kezdetleges felfázást gyógyítani lehet. Úgyhogy szeressük őt meg. Most már látom, díszkertekben is meghonosodik a muskotány zsája. Mellette van épp az orvosi zsája, picit elveszem, hogy jobban lehessen látni. Ugye különbség van külsőleg is. Ugye az orvosi zsáját, mint penicillinként használjuk. A muskotány zsájának évezredes elődjeisége is van. A levelével megfőzték és kimostak vérzősebeket, de azon felül pedig észrevették ezt a rendkívül különleges illatú virágot, borba is tették. És gyakorlatilag lehet, hogy az első muskotályos bor nem lehet, hogy ezzel volt feljavítva. Biztos, hogy volt benne muskotály ízű szőlő is, de egy kis ilyen muskotály zsájával meg lett egy kicsikét bolondítva, ami még finomabbá tette. A leveleit lehet használni úgy szintén borogatásra, kelésekre, bőrszépítőnek, tehát a ilyen pattanásos bőrnek. Persze nem, ne úgy, hogy rátegyük, mert kicsit szőrös felületen nem mindenkinek kedvez. Viszont, hogyha leforrázzuk, akkor már nyugodtan tehetjük esetleg, hogy megkeljen az a seb, rá tudjuk tenni, sőt rá is tudjuk kötözni. Úgyhogy muskotály zsája is egy dísznövény lehet a kertünkben. Nagyon szépséges tud lenni. Az orbáncfű. Csak egy szépséges. De ez egy másik fajtája. Igen. Nagyon szép. Itt nagyon ez szép. Is a zsája, muskotály zsája. Az is nagyon szépséges. És a múltkor a kakukkfüvet ugye fölvettük, de itt szeretném mutatni, hogy például ez is egy kakukkfű, ez egy citromos, jaj, rendkívül erős illatú, tehát az igazi kertészek, ők oltják meg keresik a különböző kereszteződéseket. Csodálatos ananász, citromillatú, mentaillatú, és most még például egy eperillatú mentát is sikerült beszereznem, úgyhogy hihetetlen dolgokat művelnek a kertészek, ami örömünk. A sok közül megint van egy kedvenc, a somkorú. Ő most a réteg királynőjének is lehet nevezni. Vasúti töltéseken magyarul majdnem el tudja szórni a magokat, majdnem mindenütt megterem. Szintén ajánlatos egy kicsit szobába bevinni belőle, mert nagyon jó illatot csinál, de azon kívül pedig szeretném elmondani, hogy érdemes viszeres lábakra egy erős teját főzni és bekötözni vele, hogy ezt a viszeres csomós duzzanatot nagyon jól enyhíti és segíti a viszeres panaszú embereket. Véralvadásgátló, tehát esetleg akinek nagyon sűrű a vére, az ezzel is tudja kicsit higítani, karbantartani. Nem szabad nagyon nekünk rá kell hagyatkozni egy kicsit a orvosolag, de az, hogy esetleg naponta 2 vagy 4 deci teját megígyunk, ezzel még nem okozunk panaszt, de aki már ilyen fáradt, viszeres lábú, az nyugodtan védekezhet egy 2-4 deci tejával azzal, hogy nem csomósodjon meg, és nagyobb baj ne származodjon belőle. Úgyhogy ajánlom szívbéli megszeretésre a somkorról. Most virágzik a réteken, vagy az erdőbe, és érdemes rá felfigyelni, gyönyörűséges, egy ágon tele van pici apró sárga csillagokkal, a levele egy ilyen picikét szőrös, olyan finom, puha, csipkézett, és hát meg, hogyha már kezd száradni ez a virágzata, akkor szinte hozzánk nyúl, hozzánk ragad a nadrágunkhoz, és ezért a hát ilyen
Bojtorján családhoz tartozik, mert a bojtorjánok is majdnem mindegyik ilyen kis ragacsos csomócskákban vannak. Ezt nagyon érdemes megjegyezni, ezt a bojtorjánt, mert ez a reumás, ízületi fájdalmaknál nagyon sokat jelent. Ha tejájával olyan méreganyagokat tud a szervezetből kioldani, ami pontosan az ízületek közötti nedvet, gyulladás segíti, és 3-4 hetes kúra után sokkal észrevehetjük, hogy sokkal hajlékonyabbak, mozgékonyabbak tudunk lenni, hogyha az izomszövetekből kikerül ez a méreganyag. Érdemes most begyűjteni, és esetleg kiskertbe is ültetni, magjától elszaporodik, és ilyen sok kisgyerek, ez jövőre már mind ekkorák lesznek, sok kisgyerekek tudnak születni itt is. És érdemes a kertünk szegletébe valahol tartani őt, hogy mindig legyen ilyen tejánk, szépészetileg és egészségügyileg meg nagyon hasznos. Úgyhogy ő az apró bojtorján, vagy párlófű.